Elkészültek Vácon, a védművek ügyeletben várják a szakemberek a szombat reggeli tetőzést. A polgármester szerint eddig példaértékű volt a városban az összefogás. Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc is pakolta a zsákot Vácon. Orbán Viktor Nagymaroson tekintette meg a 2014-ben beszerzett mobilgátat. A stadion mellett az úszodát is be kellett zárni az árvíz miatt. Úgy tűnik, további sportlétesítményt nem korlátoz a védekezés, és az iskolákban is zavartalan a tanítás. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió péntek esti 8 órás híradóját látják. Jó estét kívánok! Néhány óra múlva Vácot is eléri az árhullám teteje, a védművek kiépültek, most már csak azok mehetnek le a lezárt parti területekre, akik a védekezésben dolgoznak, illetve akik ott laknak. A Csányi körutat már a Földvári tér elején tegnap lezárták. Jelenleg a katasztrófavédők dolgoznak kisebb létszámban a gátak mentén, hogy megfékezzék a buzgárokat, és a DMRV munkatársai, akik a szennyvízhálózatból emelik ki folyamatosan a beszivárgó vizet. Elcsendesült a Csányi körút, pár órája még az autóktól zajos volt a Földvári tér, csütörtök délután viszont a Damjanis tértől lezárták a forgalom elől a kettest, így már itt sem lehet közlekedni a főút ezen szakaszán. A Duna megérkezett a Kőszentes hídhoz is, a stadion mélyebb pontjainéhol megjelent a víz, a létesítményt nem lehet megóvni, a patak túlsó oldalán húzták meg a védelmi vonalat. Az egyesület abban bízik, az ár nem fogja elérni a műfüves pályákat. Burgundia szintén a város alacsony részén fekszik. A házakat itt a 2013-as csúcsárvíz után emelt földgát védi. Ezt most egy 100 méteres újabb földgát szakasszal toldották meg, amit homokzsákokkal is megtámasztottak. A hétfő hajnalban kezdődött el ugye a védekezés megszervezése, és onnan indult gyakorlatilag a védelmi vonal kiépítése. Hát tudom mondani, hogy gyakorlatilag 3 nap alatt épült meg ez a szakasz itt, amely a korábban a 2013-ban elbontott védműveknek a zsákjait hosszabbította meg, és zárta be itt az Ilona utcai társasháznál. Teljes egészében, hogy a Burgundia területét meg tudjuk védeni. A Dunaparton a József Attila és az Ady Endre sétányok gyakorlatilag víz alá kerültek. Az Ady Endrénél a házak mentén homokzsákokkal húzták fel a védelmi határt. A védmű a Komnál kanyarodik le a Liszt-Ferenc sétány kőkorlátjához, a házak előtt pedig folyamatosan figyelik a szakemberek, hol alakul ki szivárgás. Akkor a tegnapi nap folyamán a védmű rendszer kiépítésére teljes egészében megtörtént. Ugye most már egy gátőri figyelőrendszer van kiépítve. Itt, hogyha valahol érzik azt, vagy látják azt, hogy akár buzgárok, vagy valahol egy gátsérülés történik, akkor azonnal oda tudjuk csoportosítani az erőinket, és nem véletlen volt az a rengeteg zsákolás, amelyet ugye itt a váciak, vác környékiek tettek itt a különböző depóniapontokon, mert ezeken a zsákok, vagy ezeken a rendszerekben ugye a zsákok rendelkezésre állnak, bármelyik pontra oda tudjuk szállítani, és tudjuk ezeket lokalizálni, ezeket a betöréseket. A DMRV egyelőre nem jelentett sem szennyvíz kibocsátási korlátozást, és a vezetékes vízre sem adtak ki riasztást. A vízmű munkatársai több nagy teljesítményű szivattyúval emelik ki a szennyvizet a csatornákból, hogy tehermentesítsék a hálózatot annak érdekében, hogy a szolgáltatás biztosított legyen. A katasztrófavédők közben aggregátoros világítást építettek ki a gátrendszer teljes szakaszán, abból a célból, hogy a vízügyesek ellenőrizni tudják az éjszaka érkező árhullám alatt a védműveket, és megfelelőek legyenek a látási viszonyok. A vízügyesek felrajzolták azt a vízszintet, amit szombat reggelre várnak Vásznál. A mostani adatok alapján 750 cm körül tetőzik majd a Duna, ami várhatóan a 2013-as alatt lesz fél méterrel. Ha mégis nagyobb lenne az árszintje, akkor arra is felkészültek, mondta Kis Zsolt, alpolgármester, az operatív bizottság tagja. Szeretném elmondani mindenkinek, hogy mi a legnagyobb árvízi szintre védekeztünk, tehát mindent annak megfelelően rendeltünk alá, hogyha a vízinfóval ellentétesen nagyobb árvíz lenne Vácon, akkor is a váciakat meg tudjuk védeni. Ezért egyetlen zsáktöltés sem volt felesleges, és egyetlen zsák sem azért van még egyébként akár a vásártéren van fönn a széruskertben, mert egyébként ne lenne rá szükség, hanem azért, mert ez egy védelmi, biztonsági tartalék.
Matkovics Ilona polgármester szerint megbízhatóak a kiépített védműrendszerek Vácnál, felkészültek a szombat reggeli tetőzésre. A helyi operatív törzs vezetőjeként köszönetet mondott a hatóság szakembereinek és a váciak példaértékű összefogásának, aminek eredményeként időre elkészültek a védekezéssel. A város vezetője péntek délután adott jelentést az árvízhelyzetről. A munkának egy másik szakaszában vagyunk, az első szakasz volt, amikor végig gondoltuk azt, hogy hogyan fogjuk megszervezni a védekezést. Ezt az állami vízműszolgálatnak a munkatársaival tettük, akik egyébként folyamatosan itt vannak és a szakmai irányítást végzik. Aztán utána kezdődött a munka, ez vasárnap éjszaka, hétfő, kedd, szerda. Ugye ez volt a, mondjuk azt a leglátványosabb és a legnehezebb egyben, hiszen rengeteg embert kellett beszervezni, ennek egy nagyon komoly logisztikája volt, hiszen 160 tűzoltó dolgozott itt folyamatosan, nekik az ellátásukat, a szállításukat kellett intézni az önkormányzatnak és az itteni katasztrófavédelemnek, ezen kívül pedig katonák is voltak itt, 100-an ők váltásban voltak, tehát ők az alsó részt a Gombáspataknál dolgoztak elsősorban, de amikor építeni kellett a gátat, akkor természetesen ahova kellett, oda jött. Mindenki azt mondja, akik szakemberek itt voltak, szinte mindenki a hatóságoktól megjelent, és azt mondták, hogy nagyon szakszerűen épült meg a gát, és akik pedig itt vannak, ami számomra egy nagy öröm, hogy mindenki elégedett azzal az infrastruktúrával, amit itt igyekeztünk köréjük felállítani. Ez jelentse azt, hogy a városházát rögtön kinyitottuk hétfőtől, mindenki szabadon bejöhet ott, hogyha szüksége van bármire, szól, és igyekszünk teljesíteni. Szoros egy együttműködésben vagyunk a katasztrófavédelemmel, a rendőrséggel, az iskolaigazgatókkal, rengeteg segítséget kaptunk, ugye a gyerekek folyamatosan mentek ki zsákot tölteni, ezen kívül pedig helyi vállalkozók, és nem csak helyi vállalkozók, hanem ismerős polgármestereket kerestem meg, például Gödöllő polgármesterét, hogy kellenek autók, ugyanis voltak olyan szakaszok, amikor rengeteg zsák volt, és nem tudtak tovább dolgozni, mert hogy nem volt kellő számban autó ahhoz, hogy elvigyük őket. Lent a tampáján ott nagyon kellett igyekezni, hiszen ott már kedden este feljött a víz, tehát ezt tudtuk, hogy ott teljesen ki kell takarítani a területet, úgyhogy arra összpontosítottunk először, utána a Szérüskertben dolgoztak, ott is nagyon nagy erőkkel, tehát folyamatosan több ezer emberről beszélünk, és aztán kialakítottuk az utolsó ilyen deponációs helyet a vásártéren, igyekeztünk olyan helyeket, ami még megközelíthető az utolsó pillanatban is, és ott tegnap végeztek, de a Szérüskertben és Kertben is egyébként tegnap reggel, tehát az utolsó az a vásártéren volt, ott is befejeződött a munka, mindenhol ott vannak a zsákok, ugye 5 kilométeres odanapatja változni, több kilométert védtünk be, 350 ezer zsákot töltöttünk meg, illetve hát töltöttek meg azok, akik, az a rengeteg ember, aki ide jött segíteni, és hát a vízügyeseknek a szakmai vezetésével ugye egy nagyon komoly gátrendszer épült. Most pedig ez az utolsó szakasz, reméljük, hogy az utolsó szakasz, ez pedig már az, hogy a szivattyúkat beindították, és ahol szükséges, ott szivattyúznak, illetve folyamatosan figyelik, hogy hol jön föl a víz, akkor értesítést kapnak, értesítik egymást a tűzoltókat, és akkor oda mennek, és akkor próbálják megoldani a helyzetet. Nagyon fontosak ezek a kútgyűrűk, ugye ezek így végig a védekezési szakaszon ki vannak helyezve, ugye már ez a csapadékvíz és a szennyvíz csatorna szemeket védi, azáltal ugye meg van magasítva, hogy ne jöjjön ki a víz. A DMRV csinálta meg a szennyvíz elvezetéshez, illetve az emeléshez szükséges munkát, az önkormányzat pedig a csapadékvízhez, ez hogyha fölfele megyünk, ott is nagyon sokat látunk. És hát ahogy az időjárás ilyen kegyes volt, ez azért nagyon jó, mert hogy egy kicsit alacsonyabban lesz a tetőzés, holnapra várjuk, de összességében egy nagyon összehangolt munka zajlott, és rengetegen segítettek, szeretném mindenkinek megköszönni. Már csütörtök reggel lezárták a 2-es főutat Sződligetnél, közben Vácon a Földvári téren is megkezdték a Gombáspatak partjának a megerősítését. A városrész képviselői nem tartanak attól, hogy a Földvári tér lakásait érinteni az árvíz, azonban a Diadaltéri útlezárások miatt egyéb alternatív közlekedési irányokat is meg kellett nyitni.
Csütörtök reggelre már jelentősen visszaduzzasztott a gombás patakot az áradó Duna. A város egyik legmélyebb pontján a Diadal téren rengeteg zsákkal támasztották meg a patak gátját. A katonák még délelőtt is rakták a Diadal téren szomszédos Hölgyvári téren a partra homokzsákokat. Bár ideig ugyan már nem fog feljönni a víz, valószínű a töltést erősítik meg ezzel a módszerrel. A mostani vízszintre még 50-60 cm-t várnak, ami a 2013-ashoz képest 30-40 cm-rel lesz alacsonyabb, de így is le kellett zárni már a Diadal tér útjait. Ez azt is jelenti a Földvári téren élők számára, hogy nem közlekedhetnek ki majd valószínűleg Szőtliget felé. Azt is jelenti, hogy a buszok forgalma megváltozik. Ugye a korábbi árvizeknél így volt ez 2006-ban, és így volt ez 2013-ban is. A helyi buszjáratok azok nem közlekedtek erre. Egyelőre úgy tűnik, hogy meg tudjuk oldani, hogy a Földvári téren is megállnak mind a két irányú körjáratunk, mind pedig az egyes busz, amely ugye Alsóvárost köti össze Kisváccal. Csütörtök reggel a vízügy lezárt a Szőlégetnél a kettes főutat, ugyanis azon keresztbe halad a védelmi vonal, aminek a zsalujait is berakják hamarosan. Azzal is számoltak a városrész képviselői, hogy a belvizek miatt a Kőszentes hídra sem lehet felhajtani, ezért a városrész lakói gyakorlatilag csak a Gödöllői úton keresztül kerülővel tudják elérni a bevásárló centrumot. A patak túloldalán az Avar utcában sokaknak van gépkocsi tárolója, ezért a garázsorok elérését a Topperini Ipari Park megnyitásával oldják meg. Miután a Kőszentes híd lezárásra kerül, nem tudnának bejönni a városba, illetve az Avar utcát is néha le kell zárni. Ez most kétséges, hogy meg kell tenni, ha lezárásra kerül az Avar utca, akkor ők ugye egyáltalán nem tudnának kihajtani a garázsok utcájából. Éppen ezért a polgármester társam intézkedett, és a Topperini Ipari Park megnyitja kapuit. Ez azt jelenti, hogy az Avar utcából közvetlenül ki lehet majd közlekedni a Gödöllői útra. A Diadaltéri Molkút és a Gyors étkezde már napokkal korábban bezárt, de egyelőre úgy tudni a Liget túloldalán lévő nagyobb élelmiszerboltok és a benzinkút is üzemelni fog. Úgy néz ki, a mostani áradás ideje alatt a Földvári téri tömbházakban nem fog szünetelni sem a víz, sem pedig a gázszolgáltatás, mondta Ferjancsics László. Az ország első vonalas politikusai is kilátogattak a váci védművonalakra. Zsákot töltött a Dunaparton Magyar Péter, de itt volt Gyurcsány Ferenc a DK alelnökeivel, Korózs Lajos, az MSZP alelnöke, valamint Rétvári Bence is lapátot ragadott, hogy munkára buzdítsa a civileket. Orbán Viktor miniszterelnök nem jött Vácra, viszont Kismarosra ellátogatott, Nagymaroson pedig megtekintette a 2013-as árvíz után beszerzett első alkalommal felállított mobilgátat. Kedden az MSZP alelnök egy 11 fős csapattal érkezett Vácra a vár alá zsákokat tölteni. Korózs Lajos elmondta, ahol tudnak, ott besegítenek a védekezésbe. Azt gondolom, hogy a társadalmi szolidaritás, mivel mi egyébként is a szolidaritás pártja vagyunk, meg is kívánja tőlünk azt, hogy szabad időnkben jöjjünk és segítsünk itt a váciaknak. Hát nem tudom, a következő napok hogy fognak alakulni, de úgy hallom, hogy borzasztó nagy a baj a Szentendrei szigeten is, és a Margit szigeten is, úgyhogy várjuk a koordinátoroknak majd a utasítását. Rétvári Bence, Vác országgyűlési képviselője már szerdán a vár alól Alsóvárosra áthelyezett homokdeponálónál ragadott lapátot, hogy felhívja a figyelmet az önkéntes munka fontosságára. Mint mondtam, a 100 katona és a 150 katasztrófavédő mellett arabokat is munkára vezényelték, a lakosság összefogása pedig példaértékű a városban is. Azt láttam, hogy tényleg nagyon sokan bekapcsolódhattak, csak így sikerül, csak így tudjuk megcsinálni, hogyha mindenki kiveszi a részét, úgyhogy hivatásosok, önkéntesek, mindenki itt van. A mai napra már itt szerda magasságra pedig azt látom, hogy nagyon sok távoli részről is érkeztek. Egyrészt azokról a településekről is, ahol valahol már is befejeződtek már a munkálatok, ahol 100%-osak át tudtak jönni ide segíteni, meg hát nagyon-nagyon messziről is, most is Békés megyétől kezdve nagyon sok távoli országrészből érkezőkkel lapátolunk itt együtt. Magyar Péter már szombattól homokzsággátakat épített az önkéntesekkel a Duna felső vonalán, majd több település után szerdán érkezett kollégáival Vácra. A Tisza pártelnöke Matkovics Ilonával járta végig a belváros védelmi vonalait, végül a vár alatti részen segédkezett zsákot pakolni.
Szerinte a kormány kicsit későn kezdett a védekezésbe, de a lakosság munkájával behozták a lemaradást. Amit sajnálatosnak tartunk és kifogásolunk, az az, hogy az önkéntes tartalékosok nem kerültek bevonásra. A hétfőn került kiküldése nekik egy e-mail, hogy ha éppen ráérnek és meg tudják oldani, akkor szeptember 19-én, tehát holnap csütörtökön kellene bejönni. Na most holnap már az ország egy része túl lesz a tetőzésen, úgyhogy ez biztos, hogy egy megkésett intézkedés. Ezeket a tartalékosokat azért fizeti minden magyar adófizető, hogy ilyen válsághelyzetben rendelkezésre álljanak és tudjanak segíteni a védekezésben. Ezt sajnálatosnak tartjuk, és hát nyilván nem a több tízezer civilnek kellene elsősorban megvédeni a településeket, hanem pont fordítva először jönnek a hatóságok, a honvédség, a katasztrófavédelem, a vízügy, a tartalékosok, a rendőrség, a mentők, és utána a civilek kiegészítik a munkájukat. Orbán Viktor miniszterelnök nem járt Vácon, és Szőlligetnél a főutat sem tekintette meg. Viszont ellátogatott Kismarosra, és a pártja zászlaj alatt indított polgármester településére, Nagymarosra is, ahol a vízügyesek gyorsan felállították a 2014-ben pályázatból vásárolt mobilgátat. A váci védművonalba pakolt 500 000 homokzsák töltésébe csütörtökön még a DK vezetése is besegített. Gyurcsány Ferenc pártelnök és Vadai Ágnes alelnök több DK-sal dolgozott Szentendrén, majd Vácra a Diadaltérre érkeztek, hogy segítsék a munkát. A tegnap már milliónyian, például Szentendrén, itt meg hát elképesztően sokan megint. Hát ahogy közeledik a víz, úgy egyre nagyobb az izgalom természetesen. Nézd, amit meg lehet ítélni, az ön meg az én szememmel, hogy megmozdultak az emberek, csinálják. Mi meg azért vagyunk itt, hogy amikor azt mondjuk, hogy gyertek, segítsetek, akkor ne azt mondják, hogy nagy a szád az irodából, gyere ide már te is, és fogd meg a lapátot. Nem az a 100 zsák fogja megoldani Vác problémáját, amit én megmozdítottam, vagy nem tudom, 200, de csak akkor mondhatom mindenkinek, hogy gyertek dolgozni, ha én is dolgozom. Bizonytalan időre bezárt az úszoda és elmarad a hétvégére tervezett dóm átadás és a demens séta is. Burgundia város részen a csatorna fedeleket kútgyűrűkkel vették körül, ezért itt a szemétszállítás módja megváltozott. A szeptember 19-i szemétszállítást 20-án pótolta a szolgáltató Burgundia városrészben. Azt kérik az itt lakóktól, ahová nem tud bejutni a kukásautó, ott a könyvtár mögötti lovardához vigyék bezsákolva a hulladékot. Jó együttműködésünk van a helyi szemétszállítókkal, ezért meg tudtuk velük beszélni, hogy a védett területen, ahol ezek a kútgyűrűk már elhelyezésre kerültek, itt folyamatosan minden nap 9 óráig kihelyezhetik egyébként az itt lakók a szemetüket a lovarda előtti bejárati területre. Arra kérek mindenkit, hogy ezt jól összezsákolt, erős zsákokba helyezzék el, és innen pedig a szemétszállító minden nap el fogja vinni. Jövő héten elvileg a szokásos rendszerint történik, majd a szemétszállítás, hívta fel a figyelmet a körzet képviselője, Inotai Gergely a Facebook oldalán. Az árvíz veszélyeztetett területein lévő intézmények felkészülten várják a folyó tetőzését. A Katona Lajos könyvtár és a Boronkai épülete is a vízparthoz közel találhatók. A híradó kérdésére a könyvtár igazgatója elmondta, a látogatottság ugyan visszaesett, és a gyermek részlegük zárt be egy korábbi beázás miatt. A Boronkai György Műszaki Technikum és Gimnázium igazgatója kifejtette, bár az iskola épülete a Szérűs kertben a Duna közvetlen közelében helyezkedik el, a magasabb parton épült, ezért az árvíz nem veszélyezteti az iskolát, így a tanítása szokott rendben zajlik a továbbiakban is. Vannak viszont diákjaik, akik a közlekedés korlátozása miatt nehezen jutnak el az oktatási intézménybe. Néhány gyereknek problémás a bejutás, ugye főleg a Duna túloldaláról, nekik a kollégiummal egyeztetve szereztünk ideiglenes szálláshelyet, illetve akik olyan helyről jönnek, mit tudni, hogy a Szőlligetről mondjuk a szülő hozta eddig autóval, hát azok most vonatoznak. Az igazgató hozzátette, igyekeztek ők is részt venni az árvíz elleni védekezésben. A saját belső utasításunk, fenntartói utasítás alapján csak a 18 év felettieket vihettük ki iskolai szervezésben, erről készült is névsor ők. Tegnapi napon majdnem 80-an voltak, akik innen az iskolától mentek el zsákot pakolni, de alsóbb évfolyamosoknál pedig azt a kommunikációt mondtuk a szülők felé, hogy mehetnek szülői engedéllyel, de nem iskolai szervezésbe. Tehát az az alsóbb évfolyamos, aki bejött, azt mi már nem engedhettük ki, tehát ők tanítási órán vettek részt. Viszont aki szülői igazolást mi elfogadtuk, tehát ezt megmondtuk a szülőknek is, meg az önkormányzatoknak is, akik érdeklődtek,
hogy a szülő vagy az önkormányzat kiállított igazolás alapján a hiányzásukat igazoltnak tekintjük. A diákok az úszoda előtt is építették a védművet. A sportintézmény a napokban ideiglenesen bezárta a kapuit. A Vácvárosi úszoda és strand ügyvezetője az ES-nek azt a tájékoztatást adta, a katasztrófa védelemtől és a vízművektől függ, hogy mikorra tervezhetik a nyitást, de az utakat mosni, a területet pedig fertőtleníteni kell majd. Ezért Gulyás Zoltán arra kéri az úsznivágyókat, kövessék nyomon a város és a Váci Sport Nonprofit Kft. Oldalait, ahová mindig friss információ kerül fel. Öröm az ürömben, hogy az árhullám legnagyobb ostroma alatt jó időre lehet számítani a Dunakanyarban. Szombaton, vasárnap és hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, a csúcs hőmérséklet 24 fok körül alakul. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió péntek esti híradóját látták. Híranyagainkat megtalálják a honlapunkon, az estv.hu oldalon, ahol online is nézhetik adásainkat, illetve a Facebookon és a YouTube-on is követhetnek minket. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!